Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok, mutatom mai adásunk tartalmát röviden. Programokkal teli évet tud maga mögött Tamási. A Donkanyarnál elesett áldozatok előtt tiszteleg az emlékmű Irek Szemcsén. Zajlik a Nemzeti Tehetségprogram az Aranyszarvas KHS-nél. Már több mint egy éve működik a Tamási Állatvédő Egyesület menhelye. A 2022-es egy olyan év volt, mint bármelyik előző a programok tekintetében. A kijelentés sok településre igaz, köztük Tamásira is. Minden olyan rendezvény lebonyolításra került, amely nélkülözhetetlen elemévé vált már előző években a rendezvénynaptárnak. A kulturális turizmus tekintetében pedig egy sikeres évnek könyvelhető el 2022, tudtuk meg a Művelődési Ház igazgatójától. A 2022-es évvégi energiaválság Tamási városában is megtakarítási intézkedések bevezetését hozta. Ennek értelmében költözött át a Művelődési Ház a zöld pont és civil házba, ahol zavartalanul folynak azok a foglalkozások, amik eddig is elérhetőek voltak a ház falain belül. Ennek ellenére a 2022-es év egy igen mozgalmas programokkal teli időszak volt. A világjárvány után 2022-be fellélegezhetett mindenki, természetesen azok a szervezetek, intézmények is, amelyek célpontjába, középpontjába a közösségek, illetve azoknak a tevékenysége zajlik. Nagy örömünkre 2022, azt kell, hogy mondjam, olyan év volt, mint régen a megszokott életünkben bármikor, hiszen nagyon sok rendezvény, nagyon sok közösségi esemény, nagyon jó hangulatban, nagy létszámmal zajlott, akár a művelődési központot, a könyvtárat, vagy épp a rendezvényteret nézem, a szabadtéri rendezvény kapcsán. Érezhető volt, hogy mindenki alig várta már, hogy részt vehessen ezeken a közösségi eseményeken, úgyhogy nyugodtan kijelenthető az is, hogy sokkal nagyobb létszámban vettek részt ezeken a programokon, vagy akár csak a közösségi találkozásokon, kisebb közösségek, művészeti csoportok rendezvényein, hiszen a három év alatt már mindenki kiéhezett arra, hogy végre együtt töltse a szabad idejét olyanokkal, akikkel ritkábban találkozik, de baráti társaságok, családok, munkahelyi közösségek is rendszeresen megjelentek a rendezvényeinken. Természetesen minden olyan nagy rendezvényünk megtartásra került a tavalyi évbe, amik azt kell, hogy mondjam, évtizedes hagyománnyal bírnak már a településen, de pályázati források révén szerencsére számos olyan programmal ki tudtuk egészíteni ezeket a rendszeresen zajló alkalmakat, amelyeken tényleg összejöhetett a város apraja nagyja, korosztálytól függetlenül, ami pedig nagyon-nagyon pozitív volt, hogy sikerült olyan rendezvényeket megrendeznünk, olyan fellépőkkel, olyan közreműködőkkel, amely messzebbről is, a környékről is, a térségből is vonzott látogatókat, de akár az ország túlsó feléről is, ez nem túlzás ezt elmondani. Úgyhogy a 2022-es év a kulturális turizmust tekintve is sikeres volt Tamásiban. A Tamási Művelődési Központ idén is arra törekszik, hogy minél szélesebb kört szolgáljon ki programjaival. Ahogy minden szektort, úgy természetesen a kulturális területet is nagyon érzékenyen érintik a megnövekedett energiaárak, így természetes, hogy egy önkormányzati fenntartású intézmény zömében abból tud gazdálkodni, amit a fenntartó biztosít számára, és nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok sincsenek ilyen szempontból könnyű helyzetben a 2023-as évben. Tehát igyekszünk majd úgy sáfárkodni a szó jó értelmében a szervezéssel, a programokkal, hogy az energiaárak is beleférjenek, és azért azok az emblematikus tamásiak által már jól megszokott rendezvények mindenképpen megrendezésre kerüljenek, ami azt kell, hogy mondjam, hogy a város nagy részét megmozgatják. Így aztán az idei évben is biztos, hogy megrendezzük a Színek, Zenék, Zamatok rendezvényét, a Bográcsmester főzőversenyt, a Tolnai Borok éjszakáját, a Szüreti Napokat és az adventi rendezvénysorozatot. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezek azok a programok, amelyeket úgymond nagyvárosi nagy rendezvényeknek tekintünk, de mindenképpen igyekszünk ezeknek a sorát tovább bővíteni. A galériánk most
télen zárva tart, de tavasztól újra megnyit. Egy nagyon tartalmas, nagyon szép évvel várjuk a művészetek kedvelőit, ahogy nyilván komoly zenei, könnyű zenei koncertek, színházi előadások, hisz a Déri Né programban még arra is van lehetőségünk, különböző gyerekrendezvények fogják várni az itt élőket, illetve a térség lakóit. Az interneten már elérhető Tamási Város 2023-as rendezvénynaptára, amelyben hónapokra lebontva találhatóak meg azok a programok, amik a következő időszakban várják majd az érdeklődőket. Szinte biztosra mondhatom, hogy ez bővülni fog. Ebben, ahogy említettem, elsősorban azokat a rendezvényeket jelentettük meg, amik biztos, hogy megrendezésre kerülnek, amire természetesen a megfelelő forrás rendelkezésünkre áll, de az év során igyekszünk, hogy plusz forrásokat is bevonjunk a működésbe, természetesen minden pályázati lehetőséget kihasználunk, illetve nyilván, ha lehet, azt kell, hogy mondjam, hogy még nyitottabb szemmel járunk majd, hogy ezeknek a programoknak a sora tovább bővülhessen, és minél több olyan közösségi alkalom legyen, ahol a városban élők, ez a több mint 8000 ember találkozhat, jól érezheti magát, és tényleg átélheti a közösségi élményeket. A tavaszig egyelőre csak azoknak a csoportoknak a munkája tölti meg a Zöldpont és Civilház mindennapjait, akikkel gyakorta találkozhatunk a város rendezvényein is. Adonkanyarnál elesett hősökre emlékeztet az az emlékmű, amelyet az áldozatok emlékére állítottak fel Iregszemcsén. A helyi Trianon 100 bizottság azért érezte fontosnak az emlékmű megvalósítását a település szoborparkjában, mivel 54 helyi katona is áldozatul esett az orosz területen. Az emlékmű felállításáról és finanszírozásáról a Trianon 100 bizottság gondoskodott. Ünnepélyes keretek között adták át a Donkanyarnál elesettek tiszteletére állított emlékművet Iregszemcsén a sajnálatos esemény 80. évfordulóján. A 250 ezer fős második magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezeren estek el az orosz területen, közülük 54-en Iregszemcséről származtak. A település önkormányzata ezért érezte fontosnak az emlékmű felállítását, amelyet a Trianon 100 bizottság támogatott, mondta el a polgármester. 2019. novemberében alakult meg ez a bizottság. Igazából az én polgármesteri programomat próbálja segíteni, ami a hagyományozás és a magyarsággal kapcsolatos. És nagyon sok mindent csinálunk. Ugye, amikor 100 éves volt a Trianon, akkor ott is ez a Trianon 100 bizottság adománygyűjtésekből és kétkezű munkával épített egy Trianon emlékművet, most pedig úgy gondoltuk, hogy a Donkanyar áldozatainak tekintettel arra, hogy Iregszemcsén több mint 50 családot érint ez a tragédia, így tisztelgünk a hősök előtt. Helyszín az nem lehetett más, mint a szoborpark, hiszen az első világháborús és második világháborús emlék között van ez az emlékmű, és igazából tényleg csak úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk mást felállítani, csak ami a szokványos, tehát egy sisakot, egy kereszten, egy felirattal, és ezzel szeretnénk tisztelegni a hősök előtt. És annyit el szeretnék állulni, hogy ez a sisak, ez a Donkanyarnál valakinek a fején volt. Annyira nem nagy költség, tehát egy ilyen 100 000 nagyságrendű, mert nagyon sok adományunk volt ezzel kapcsolatban, a sisak is, a kereszt is, most nyilván ezt a kis betonalapot, ezt mi csináltuk, meg a követ hozzászereztük, meg a virágokat, meg a fáklyákat, ezeket mind a Trianon 100 bizottság finanszírozta. Igazából csak egy ilyen ünnepélyes műsorra gondoltunk, versekkel készültünk, illetve itt van velünk a Szekszárdi Hagyományőrző Egyesület, és zászlókat is hoztak, zászlótartók, úgyhogy egy nagyon nagy ünnepélyes keretek között fogjuk ezt átadni. Az Iregszemcsei Trianon 100 bizottság a jövőben is tovább munkálkodik, számos tervük van még, amit meg szeretnének valósítani. Szeretnénk folytatni a testvértelepülés kapcsolatoknak a felkutatásait, ugye már három van, Erdélyből, Kárpátaljából, Dévidékből. Idén próbáljuk meg a Felvidéket, illetve hát szeretnénk folytatni a hőseink napját, amit most így beszéltünk, hogy erre az évre szerintem ez ennyi bőven elég lesz. A megemlékezésen fejet hajtottak az összes áldozat emléke előtt, köztük az iregszemcsei 54 férfi áldozatért is. A megemlékezés alkalmával a tények felsorakoztatása mentén emlékeztek vissza a 80 évvel ezelőtt történt eseményekre. Az emlékművet a leleplezés után a helyi plébános áldotta meg. A közös imádság pedig az áldozatok lelki üdvéért szólt. A donkanyari ütközetben 42 ezeren
tűntek el és haltak meg, 28 ezeren tértek haza sebesülten, és mintegy 26 ezeren kerültek hadifogságba, akiknek többsége soha nem tért vissza Magyarországra. Az ő emléküket őrzi a 65-ös számú főút mentén az Irekszemcsén állított emlékmű. Tamásiban a sportok házában 100 négyzetméter tatami felület vár mindazokra, akik szívesen űzik vagy sajátítanák el a küzdősportok technikáit. A teremben az Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület több korosztályos csoport számára tart edzést. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Tehetségprogram keretében edzenek a legkisebbek. Az Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület 2010-ben alakult, az oktatási palettájukban a klasszikus harcművészet, az olimpiai birkózás és a terápiás mozgásfejlesztés is helyet kap óvodáskortól egészen felnőtt korig. Alapvetően küzdősport gyakorlással foglalkozunk, ezek a birkózó mozgásokkal, főleg a grapplinggel, ezzel a földharccal, dulakozással, brazil jiu-jitsu, aikido alapok, tehát ez egy ilyen mix a gyerekeknél, felnőtteknél meg külön vannak, külön van a stílusok szerint a gyakorlók szortírozva, külön szortírozok őket. Szerintem vagyunk egy 70-en most, körülbelül 50 gyerek, két kis csoportba rakjuk őket, van egy fitness csoportunk, ami gyakorlatilag arról szól, hogy azokat az eszközöket, amiket a versenyzők az erőnléti edzéseken használnak, azt nem versenyzők is használhatják, mindenféle evezőgépet, kondipadot, taposógépet, futógépet, és akkor van egy felnőtt földharc csoportunk még, az is ilyen közel 20-an vagyunk. A sportegyesület célja az egyéni fejlesztés is. A közösségi lét fejlesztő hatással van mindenkire. Önismeretre, a másik tiszteletére tanít, valamint agresszió, feszültségkezelő hatással is bír egy-egy foglalkozás. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását is igénybe veszi az egyesület óráinak megtartásához. Nekünk mindig szükség van segítségre, tehát ezt pályázatok nélkül nem tudjuk megvalósítani, hogy folyamatosan menjenek az edzések, hát nyilván vannak terembérleti díjak, vannak rezsiköltségek, és ez nagyon fontos, hogy segítsenek nekünk ezek a különböző pályázatok, helyi és országos pályázatok. Ez most a Nemzeti Tehetségprogram pályázat. Fontosnak tartjuk még azt, hogy vegyes csoportokat csináljunk. Tehát nem szeretem azt, hogy a tehetséges gyerekeket kiszedem a csoportból, és nekik egy külön haladó csoportot csinálok, mert ez pont az a dolog, ami az érintésen keresztül tanítják egymást a gyereket. Tehát itt vannak ügyesek, kevésbé ügyesek, vékonyak, kövérek, kicsik, nagyok, és akkor így el vagyunk elég jól. Én ez a 40-45 perchez ragaszkodom, ez egy agyi ciklus, ezért van egyébként az iskolában is ilyen hosszú egy tanóra. Azért mondom, nem feltétlenül, hogy 45 percet csinálunk, mert nem nézem annyira az órát, hogy 45 perc 0-0 akkor vége. Ha olyan vannak, hogy 40 percnél már káosz van, és nem tudom őket egybe rakni, akkor szétrakom az egészet. Ugyanis ez nem egy olyan jellegű küzdősport, mint mondjuk a karate, hogy állandóan folyamatos kontroll és reguláris fegyelem van. Ez egy ilyen nagyon sok dimenziós, sokszor játékos mozgásfejlesztős dolog, és itt azért néha elszabadul a pokol. És az időjárás is befolyásolja meg, hogy milyen jegyeket kaptak, meg hogy szerintem nekem is milyen hangulatom van. Van egy bemelegítő rész, ez a sportnak az alapja, hogy játékosan bemelegítünk, vannak küzdelmi részek, de ez is játékos. És akkor akik versenyeznek, azok kapnak külön feladatok, vannak erőnléti részek, de nyilván nem súlyzóznak a gyerekek, hanem saját testsúlyos gyakorlatokkal az ügyességüket növeljük. És van egy-két büszkeségem egyébként, olyan gyerekek, akiket elhoztak a szülők, mert igazán nem lettek volna ügyesek a fociban, nem jól futottak, lehet, hogy kicsit testesebbek voltak, vagy kevésbé volt jó a mozgás koordinációjuk, és látjuk a szülőkkel, hogy itt nagyon jól haladunk. Tehát, hogy ugye a fejlődés az mindig különböző, a gyerekek nem egyformán fejlődnek, és itt egymás segítik a mozgásban, és nagyon pozitív változásokat érünk el. Ez nem az én érdemem, hanem ez a természetnek az érdeme. Nekünk csak az a dolgunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek ezen a földön hempergésre, folyamatos gurulásra, hogy felálljanak, ez nagyon fontos az agynak és a fejlődésnek. A mozgás minden korosztály számára fontos, erre az egyesület termében adódik is lehetőség. Az ideális létszám minden egyes sportág edzésein mást jelent. Nekem ez a 12 fő,
az a tanítvány, hogy hívják, de az szerencsére többen vagyunk. Tehát, hogy jóval többen vagyunk. Én egy ilyen 20-25-ig még itt tudom őket figyelni, a terem is akkora közel 100 négyzetméter tatami felett van, hogy azt még el lehet koordinálni. Nyilván ez nem úgy van, hogy egy ilyen tudatlan massza idejön, hanem felépítjük úgy a csoportokat, hogy mindig vannak haladók benne, és akkor egymást segítik, és akkor így gyakorlatilag egy ilyen utánzásos történet. Tehát van, amikor én bemutatok gyakorlatokat, akkor segítenek a haladók, és így mindig együtt gyakorolnak a kezdőkkel, és így építkezünk föl. Ugye ez sporttudományi dolog, hogy ez a kardiovaszkuláris képességek, ezek pont ebben én úgy emlékszem, hogy 10-12 éves korig alakulnak ki. És utána már kevésbé fejleszthető ez a dolog. Tehát itt nagyon fontos, hogy nyomjuk ezeket a ők koruknak megfelelő maximális pulzusszámot. De ez a birkózás kicsit hasonlít a sprinthez, hogy fölmegy a pulzus, lejön, és így változtatjuk. Tehát így alkalmazkodik a különböző alkalmazkodási idegrendszeri dolgok ilyenkor kifejlődnek. Akkor nagyon fontos az, hogy mindig változtatjuk a testtartást. Amikor birkóznak, össze vannak nyomva, az nem egy ideális helyzet. Ezt is meg kell érteni a testnek. Tehát, hogy itt olyan extrém próbák vannak idézőjelben, ami még nem kellemetlen, de kilépnek úgy a komfortzónájukból, hogy nem én hajtom őket mondjuk egy pályán, hogy fussanak, vagy valami bármit erőltetem őket, hanem egymásból húzzák ki ezeket a képességeket. Ezt a futást ezt nem azért mondtam, mint hogyha rossz lenne a gyerekeknek, csak ez egy másfajta dolog. Az aranyszarvasok minden egyes csoportja heti 2 edzésen vehet részt. Én úgy látom, hogy a heti 2 ezen a mindennapos testnevelés mellett ez azért helyre rakja a gyerekeket. Sokszor látom így is, hogy nagyon fáradtak. Nyilván akik később versenyzők lesznek, itt van például Nyirati Csongi, aki most már egy sportiskolába jár, ő neki a felkészítése volt a minta, például már egészen kiskorától foglalkoztam vele. Ez a sportág a felnőtt korosztály számára is hasznos mozgásforma lehet. Ez egy másfajta dolog. Ez a fajta küzdősport, ez a felnőtteknél is egyébként azért nagyon jó, mert alapvetően magadat szerintem nem tud annyira meghajtani, mint egy küzdelemben, ahol kiválasztja azokat a hormonválaszokat belőled a történet, hogy téged el akarnak kapni, vagy le akarnak győzni. És akkor kijön ez a régi ősi énünk, hogy meg akarjuk magunkat védeni, és akkor jóval nagyobb teljesítményt leadunk, mint hogyha csak így magányosan sportolunk. A Tamási Állatvédő Egyesület álmodott egy nagyot, miszerint megfelelő helyet biztosítana azoknak az állatoknak, akik utcára kerültek. Tamási Város önkormányzata támogatólag állt a kezdeményezés mögé, és telephelyet biztosította számukra, amit ők önkéntes munkával megfelelő állapotba hoztak. Azóta eltelt több mint egy év. Kutyák jönnek, mennek a telep életében, de a lelkesedés mit sem változott az Egyesület tagjai és segítői részéről. A Tamási Állatvédő Egyesület több mint egy éve kapta készhez azt a határozatot, amelyben a hatóság megfelelőnek nyilvánította a telepet, amin sokat munkálkodtak azért, hogy az utcára került kutyusokat befogadhassák, míg szerető gazdira nem találnak számukra. Elmúlt egy év az nagyon-nagyon kemény volt, ugye 2021. november 20-a után költöztünk be, de akkor igazából az ingatlannak még csak a negyede volt kész, úgyhogy az elmúlt egy évünk az arról szólt, hogy elkészüljünk a kennelek kiépítésével, hogy kapacitást tudjunk növelni itt a telepen. 25 létszámra állapítottuk meg, amikor elkezdtük kialakítani, kiokoskodni, hogy hogyan legyenek a kennelek kialakításai. De hát ugye szokták mondani, hogy ember tervez, Isten végez. A múlt hónapban 28 volt a létszámunk a telepen, most jelenleg 22 fővel, vagy hát 22 kutyussal működünk. Valamikor szólnak, hogy útszélén találtak, akkor ha van kapacitásunk, akkor ugye bekerülnek a telepre, csípolvasás, feltesszük, ugye 14 napig mi is kötelesek vagyunk az eredeti gazdáját keresni, addig ugye karanténba helyezzük őket, megkezdődik az oltási program, stb. Van olyan, amikor például nagyon sok az olyan esetünk mostanában, ahol meghalt a hozzátartozó, vagy öreg otthonba került a néni, és a családtagok nem hajlandóak, vagy nem akarnak, vagy nem tudnak gondoskodni ezekről az állatokról. Magyarországon én azt tapasztalom, hogy egyre nehezebb megfelelő, felelős állattartót találni.
A cél természetesen az, hogy minden mentett kutyusnak szerető gazdit találjanak, ami nem is olyan egyszerű feladat. Gyorsan fejszámolásba kezdek, mert sokszor már követni nem tudom, hogy kik és hányan és hogyan és merre meddig, de a svájci örökbeadásunk az sokkal jobban ment a 2022-es évben. A magyarországi viszonylatot nézem, ott nagyjából talán 10 kutyust sikerült örökbeadni, még Svájcban majdnem több mint 30 kutyát gazdasítottunk. Ugye mi még mindig munka mellett csináljuk ezt a tevékenységet, úgyhogy heten vagyunk, akik nagyon aktívak, és reggel este, így munka előtt, illetve munka után besegítenek itt a tevékenységbe. Hála Isten, azt mondhatom, hogy Tamási és, hogyha csak a kistérséget nézem, akkor nagyon összetartó közösségben élünk. Elsősorban értem itt ezt a Tamási város önkormányzatára, akik nélkül ugye ez alapból nem valósulhatott volna meg, de nagyon sok a civil támogatónk, ugye, tehát itt minden munkát két kézzel saját kezüleg végeztünk, de voltak vállalkozói felajánlások is itt betonozás téren, illetve egyéb más nagyobb munkálatok terén, amit ugye mi nem tudtunk volna önerőből kivitelezni, de amikor felkerült a poszt, hogy mondjuk járólapot csempé, akkor szinte özönlöttek a felajánlások, és mindenki amennyien volt, és amilyen volt, azt így felajánlotta, amit mi nagyon meleg szívvel éltünk meg, hogy ilyen összefogásnak lehetünk tanulni. A Tamási Állatvédő Egyesület tagjai több esetben tartottak már előadást helyi oktatási intézményekben a felelős állattartásról, az örökbefogadás menetéről. Évről évre járunk a Béri Balog Ádám gimnáziumba, de idén már hivatalosak voltunk többedik alkalommal a Würc Ádám általános iskolába, tehát most már egyre több iskola és iskola vezetősége gondolja úgy, hogy ezt a programot ezt be kell vezetni a gyermekeknek az oktatásának a szintjén. Ugye a felelős állattartás az, tehát ha változást akarunk elérni, azt náluk kell elkezdenünk. És hogyha már egy apró fénysugár is felcsillan általuk, akkor én úgy gondolom, hogy talán elindulunk egy jó irány felé. Az állatmenhely munkáját sokan segítik közvetetten, több felajánlást kapnak időről időre. Szerencsére mindig vannak, van, aki havi rendszerességgel az Egyesület számlaszámára, havi rendszerességgel utal pénzadományt, de vannak olyanok, akik plédekkel, élelemmel folyamatosan keresnek minket és támogatnak bennünket. Az állatmenhelynek egy fontos kérése van mindazok felé, akik szeretnének bármiféle adományt eljutatni védenceiknek. Megbeszélt időpontban személyes átadás átvétel mellett tegyék meg az e fajta jótékony cselekedetet, ugyanis előfordult, hogy csak úgy otthagyták a számukra szánt csomagot. Ugye a legnagyobb probléma az volt, hogy nem is a kapu előtt, hanem kapun belülre dobták ezt az adományt, és azért kértük, hogy elsősorban egyeztessék ezt levelünk, mert nyilván, tehát az a baj, hogy azt mondhatom, hogy olyan világban élünk, ahol soha nem lehet tudni, hogy mondjuk mi van abban az acskóban, és nyilván nem feltételezés, de amíg nem tudjuk, hogy honnan való, és mi van benne, addig nem fogjuk odaadni a védenceinknek. Van egy hivatalos Facebook oldalunk, azért ismernek bennünket Tamásiba, tehát személyesen is meg szoktak bennünket keresni. Van egy hivatalos e-mail címünk, ami fent van az oldalunkon, tehát hogy bárki ír e-mailt, az arra mi azonnal pár órán belül tudunk esetleg reagálni, illetve van hivatalos bankszámlaszámunk, tehát az is nyilvános minden az oldalon. Tehát az oldalunkon, a Facebook oldalunkon minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Szeretnénk még bővíteni, illetve itt ezt a hátsó udvarrészt szeretnénk megfelelően kialakítani, mert ez egyelőre még nem tudjuk használni. 2022-ben elindítottunk egy kampányt a svájci kapcsolatszervezetünknek a támogatásával. Ingyenes ivartalanítási akciót hirdetett az Egyesület, amire nagyon nagy számban jelentkeztek résztvevők, és nekik köszönhetően 1,5 millió forint értékben tudtunk ivartalanítást végezni Tamásiban, illetve Tamási és kistérségében. Az Egyesület idén is azon munkálkodik, hogy megvalósíthasson egy ivartalanítási akciót. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!